Jó estét kívánok! Székesvérvár évek óta segíti azokat a jól tanuló tehetséges diákokat, akik szociális helyzetük alapján rászorulnak támogatásra. A Tóth István és Tóth Terézia ösztöndíjat ünnepélyes keretek között vehették ma át a diákok a Városházán. Az esti mérleg adásában erről tájékozódhatnak. A Tóth István és Tóth Terézia ösztöndíjak átadására közel 80 diák érkezett. A 93 pályázóból ők azok, akik egy évre megkapták a város havi anyagi támogatását. Van olyan, aki már nem először részesül a díjban. Minden évben motiválja a Ráhelt is az ösztöndíj, amely elbírálásában a tanulmányi eredmény és a szociális helyzet mellett az is jelentős, milyen művészetben, sportban tehetséges a diák. Fontos, hogy egy jó tanulmányi eredményünk is legyen, és hogy össze kell gyűjtenünk azokat a dolgokat, amikben mi tehetségesek vagyunk, mert így mi is ezt jobban át tudjuk látni, és így jobban észre tudjuk venni, amiben ügyesek vagyunk. Lengyel Tamás a sportban nyújt kiemelkedőt, röplabdázik. Ő első alkalommal részesül az ösztöndíjban. Büszke vagyok arra, hogy ezt az ösztöndíjt elnyerhettem. Ahogy a polgármester is mondta, ennek hatalmas súlya van, és hatalmas elismerés számomra, hogy itt lehetek a közt a néhány kiválasztott diák közt, akik megkapták ezt az ösztöndíjat. Ezt az ösztöndíjat azok kapták meg, akik sportban, művészetben vagy a tanulmányokban kiemelkedtek, vagy is. És nagyon hálás vagyok ezért, hogy itt részt vehettem, nagyon sokat jelentett nekem, hogy ilyen jó tanulók közt lehettem, és nagyszerű eredményeket elért emberek közt is szerepelhetek. Szülőknek, hogy segítik ezeknek a tehetséges fiataloknak a mindennapi munkáját és a lehetőségét, megtalálva ebben az ösztöndíjban segítették őket ahhoz, hogy benyújtsák ezt az ösztöndíjat, ezt a pályázatot, és ma itt lehessenek, akik elnyerték. És azt mondom, hogy eljutottuk a legfontosabb szereplőkig, a legfontosabb szereplők pedig maguk az ösztöndíjban részesülő diákok, akiket külön nagy tisztelettel, szeretettel köszöntök itt a Városházánk dísztermében, és szeretném aláhúzni, hogy bár elhangzott, hogy a polgármester a házigazda, de a polgármester az mégiscsak ideiglenes házigazda. Viszont a Városháza, mint egy gyönyörű magyar kifejezés, az jól mutatja, hogy ez pedig nagyon régóta a város első számú háza, és nagyon sokáig remények szerint az is fog maradni. Mert ez a közösségről szól, és arról, hogy a közösségnek legyen egy olyan háza, legyen egy olyan központi háza, ahol összegyűlve azokat, akik az élet különböző területein alkotnak, és sokat tesznek ezért a városért, időről időre köszöntsük. Itt eljutottunk ennek az ösztöndíjnak egy nagyon fontos alap üzenetéig, hogy miközben természetesen köszönöm mindenkinek, aki benyújtott ezt a pályázatot, fontos, hogy a fiatalok ezt ne úgy éljék meg, hogy itt most akár az alapítványtól, akár a várostól önmagával egy kegyet kapnak. Nem. Mert aki ma itt ül, az megdolgozott azért, hogy ezt az ösztöndíjat megkapja. Ez tehát egy olyan eredmény, amit a fiatalok maguk értek el, maguknak köszönhetnek, nyilván tanáraiknak köszönhetnek és szüleiknek köszönhetnek. Az ösztöndíjat 28 évvel ezelőtt alapította Tóth István és felesége Tóth Terézia. Ők Székesfehérvárról Kanadába költöztek és letétbe helyezték örökségüket, amely mellett Székesfehérvár önkormányzata is hozzájárul, hogy minél több diák részesülhessen a támogatásban. A Tóth István és Tóth Terézia ösztöndíjat minden évben általános és középiskolások, valamint a felsőoktatásban tanulók igényelhetik. A Tóth István ösztöndíj alapítvány 1990-ben jött létre egy magánalapítványból, azzal a céllal, azzal az alapítói szándékkal, hogy jó tanuló, de szociálisan rászorult tanulókat tudjon a város támogatni. Jelentős ez az alapítvány, de a mai működéshez már nem lenne elég, mert a jelenlegi kamatviszonyok mellett csak úgy tud működni az alapítvány, hogy az önkormányzat, aki a hagyatékot erre a célra kapta, igen jelentős összeggel támogatja
Ebből az összegből tud a kuratórium pályázat alapján megállapítani éves ösztöndíjakat. Sokkal összetettebb a szociális helyzetvizsgálata annál sem, hogy csak a jövedelmekre vagy a fizetésekre korlátozódna. Az adatlapon, amit a pályázók kitöltenek, meg tudják jelölni még az egy főre jutó lakásterületet is, hiszen nyilvánvalóan nem mindegy, hogy valakinek van önálló szobája a tanuláshoz, vagy a konyha asztal sarkán, vagy az étkezőben tud csak esetleg tanulni. De esetleg, nem esetleg, hanem pontosan megjelölhető az is, hogyha valakinek tartós egészségkárosodása van, és ezt szintén figyelembe tudjuk venni, mint költségtényezőt. Az ösztöndíj elnyeréséhez a 7.-8. évfolyamon 4,8, a 9.-13. évfolyamon 4,5, a felsőoktatásban 4,2-es átlag volt szükséges. A pályázók közül csak néhányan nem nyerték el az ösztöndíjat. Csak azért maradtak ki, mert egy jövedelem határnál már azt kellett megállapítanunk, hogyha a fölött is adunk ösztöndíjat, akkor az sérti a legrászorultabbak érdekeit. A város számára kiemelten fontos ez az ösztöndíj. Az alapítvány letéti összege és annak kamatai már nem lenne elég a diákok segítésére, így az önkormányzat minden évben beletervezi az ösztöndíjat a költségvetésbe. Székesfehérváron sok diákhoz eljut a lehetőség. Most 80 diák a saját teljesítményének köszönhetően ösztöndíjhoz jutott, általános iskolában, középiskolában, illetve egyetemen, főiskolán. Azt próbáltuk nekik elmondani, hogy ez az ő teljesítményük, és ennek egy, azt gondolom, hogy jól megérdemelt jutalma ez az ösztöndíj, és ez a egészen pontosan egyébként 78 diák, és mögötte a család pedig kapott ezért a közösségtől egy támogatást, egy anyagi segítséget. Mindig köszönet a kuratóriumnak, hiszen ez a nagyon régóta működő alapítvány, és annak kuratóriumra évről évre elvégzi azt a nem könnyű feladatot, hogy a pályamunkákból, a pályázatokból kiválasztja a győzteseket. Hiszen itt egyébként egy havi ösztöndíjról van szó, tehát van tétje is annak, hogy ők milyen döntést hoznak. Köszönet az iskoláknak, a tanároknak, az intézményeknek, hogy odafigyelnek erre az ösztöndíjra, és biztatják azokat a diákokat, akik úgy gondolják, hogy megfelelnek a pályázati kiírásnak. És persze a közösség szolidaritását is mutatja, hiszen itt a tanulmányi eredményen túl, ami természetesen meghatározott, és az alatt ezt az ösztöndíjat nem lehet elnyerni a különböző iskolatípusokban, de egy szociális rászorultság is az alapja ennek az ösztöndíjnak, és nyilván a magának a pályázatnak is. A kuratórium egyébként megállapította, hogy szerencsére a részvevő pályázó családoknak a jövedelmi viszonyai javulnak, ez mindenképpen jó, de azt is, hogy még mindig segítség van erre a néhány ezer forintos támogatásra havi szinten ezeknek a családoknak, és így egészen általános iskolába, középiskolába és a felsőoktatási tanulmányokat végzők között is van helye ennek az ösztöndíjnak. 3500-tól 11000 forintig terjed az az ösztöndíj, amit ezen ösztöndíj program keretében havonta ezek a családok megkapnak, és jó volt látni, hogy közel 20 intézményből voltak itt diákok, plusz a egyetemek, főiskolák hallgatói. Nagyon széles ez az oktatási rendszer, és nagyon széles azoknak a fiataloknak is a skálája, listája, akik ma támogatásban részesültek. Én úgy láttam rajtuk, hogy mosolyognak, jókedvűek, úgy éreztem, hogy büszkék, és azt gondolom, hogy a szülők meg különösen, akik itt hátul oldalt ültek, büszkék voltak a gyermekükre, és azt gondolom, hogy ez így természetes. Ezt is szolgálja ez az ösztöndíj. De a harc is hozzátartozik, és az is, hogy a szám saját törvényeit kövessen, és azt szerint vezessen. Magunk is részese vagyunk utána a vakerőknek, de ezt bízzuk csak a vakerőkre. Vallom azonban a bölcsességet is. Harcom nem megy túl a józanság vonalán. Magamban is érzem, ami ellen küzdök. És tudom, hogy minden rombolás engem rombol. Nem is rombolni akarok, inkább építeni. Az ész halkan hason a tényekre, mint a delej. Nem ellensége az erőknek, hanem egy erő a többi köz. Együtt építve velük. Az előtt a múlt, az ész a jövő. Egymásba kapaszkodó fogaskerék. Az esti mérleget látták, holnap újabb témával várjuk Önöket, viszontlátásra!